A zöldfülű játszóház fókuszában természetes környezetünk megismerése, védelme áll. Az Ökocsiga Közhasznú Egyesület, az ASE szabadidő szakosztálya és a programadó partnereik minden ősszel megrendezik a programot, amellyel idén csatlakoztak a kenyérhal és borünnephez. A fő téma ez alkalommal az űrgemező védelme volt. Bevállaltuk azt, hogy a tábla rendszert felújítjuk, rendbe tesszük, és igazából ezt örömmel jelentem, hogy sikerült megoldanunk. Az utolsó három táblának az információs anyaga még itt van a sátorban, tehát ezeket szándékosan nem szereltük fel, viszont a táblák már, az új táblák már ki vannak telepítve, és az indító tábla is az érdeklődők rendelkezésére áll. Az információs sátrunkban, amit látható mögöttem, főleg az űrgemezőről állítottunk össze kérdéseket, tehát most is ezt a témát szeretnénk népszerűsíteni. A tesztek, foglalkoztatók mellett nagyon sok kézműves asztalnál is tevékenykedhettek az érdeklődők, hiszen több helyi szervezet, intézmény képviseltette magát a programon. A Paksi 104-es számú Betlen Gábor cserkész csapat is bemutatkozott. Többek között lehet nálunk madárhangokat fölismerni, különböző növényeket felismerni, meghatározni, ismerkedni. Itt épp látható egy ilyen játék, ahol a túraportjára való fölkészülésnek a becsomagolásnak lehet gyakorolni, hogy miket érdemes berakni. Továbbá ilyen magyar címer, felismerés, festés van, illetve csomózás lehet még nálunk gyakorolni. Emellett persze bármi érdekeset, amit még szeretnének hallani az emberek, szívesen mondjuk így a cserkészetről. A rendezvényen ott voltak a Városi Múzeum munkatársai, a tűzoltók, a Zöldtárs Alapítvány képviselői és még sokan mások. A rendezvény sátor egyik szegletében Zörényi Miklós várta a közönséget, aki csontgyűjteményéből hozott ízelítőt. Ez nekem valahogy jött, én szeretem ezeket a dolgokat, érdekel, és akkor gyűjtögetek mindenfélét. Gerenceseket otthon vannak, kövek, egyéb más szőrök, tollak, mindenféle változat, csak most arról volt szó, hogy csontok legyenek. Van még egy kis köpetes, bagoly köpetes előadás, mert a baglyok ugye nem emésztik meg a csontot, és hogy ne kelljen a táplálékot végig tuszkolni az emésztőrendszeren, ezért vissza ők rendelik a csontot, és ezt nagyon jól lehet határozni. Ilyen felmérésekre, hogy mi él a környéken, mennyi él a környéken, ezt a bagoly köpetekből nagyon jól lehet számítani. A Zöldfülű Játszóház programján szerepelt még zenés interaktív családi műsor, valamint székely lábbábos és mesemondó előadás. Mindemellett itt adták át a természetőr igazolványokat mindazoknak, akik sikeresen elvégezték a Csengei Dénes Kulturális Központtal közösen szervezett tanfolyamot.